Aho! 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 Kétszer utána, kérem várta. Tele van a tököm, két órája várok, én jövök. Jó napot. Aláírásért jöttem. Van száma? Számom? Igen. Már hogy kedvenc? Az ejtőernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag arisztokrata, Filip, felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi gettóból jött Drizzt. Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, és talán a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két világ találkozik, és ismeri meg egymást, és a közös élmények nyomán kapcsolatukból barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára. A regényből 2011-ben készült francia filmadaptáció a nagy nemzetközi siker után már a kultikussá vált, és sikeres színpadi feldolgozások is születtek belőle. A rendező Szabó Máté úgy véli, az igaz történet a tehetség és a tehetetlenség találkozása. A kettő együtt működik, tehát ugyan az embernek, aki a balesetet szenvedte, a magas kultúrából érkező embernek a tudása, az ugyanúgy segítségére és hasznára válik ennek a másik embernek, aki pedig a hétköznapokban tanult meg küzdeni és harcolni, és valami olyan fajta magától értetődő életerőt hordoz magával, amit viszont még annak ellenére is képesek vagyunk elveszíteni, hogy a civilizáció minden kincsével rendelkezünk. Az előadásban közreműködő színészek többsége 3-4 karaktert is megformál a darabban. Ez egy nagyon izgalmas játék, ugyanakkor jelentéssel is bírt tulajdonképpen, meg lehetőséget is akartunk adni a játékosságnak ebben, mert azért ez egy nagyon komoly téma, és színházilag, meg irodalmilag megpróbáltunk meg zeneileg egy olyan formát találni neki, amiben sok oldalról tudjuk ezt a nagyon izgalmas, meg nagyon fájdalmas, és nagyon sok mindent tartalmazó történetet megvilágítani. Filip szerepét Horváth László Attila, Drizzt karakterét pedig Gulyás Attila alakítja. A darab premierjét október 28-án tartják a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. A szórakoztató történet bizonyára sok izgalmas meglepetéssel szolgál majd.